It was only in the 3rd century that December 25th became the official celebration of the birth of Jesus. You like for Christmas. Karácsonyfa, ajándékok, töltött káposzta és beigli, ezek mindenkinek ismerősök lehetnek, aki egyszer is részt vett egy igazi, hamisítatlan magyarországi karácsonyozáson. De vajon miért pont ezeket esszük, és miért ajándékozunk, miért állítunk fát? Ezeknek járunk ma utána. Én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum logja. Regölés, lucaszék készítés, betlehemezés és apró szentek napi vesszőzés. Csak néhány olyan népszokás, amelyekről olvashattunk, hallhattunk, vagy akár óvodában, iskolában ki is próbálhattuk. Adjon Isten minden jót, állatoknak nagyon jót, búzát, szénát, mindenséget, körömfájás, menj el innen messzire, gazdának körömére, menj el innen messzire, gazdának körömére. Vannak azonban olyan hagyományok, amelyek országszerte mind a mai napig velünk vannak. Kezdjük például az adventi koszorúval. Mindenki ismeri? 4 gyertya, vasárnaponként meggyújtunk egyet, karácsonyig. A szokás egyébként nem túl régi, egy bizonyos Johann Wicher német evangélikus lelkészhez köthető, aki 1839-ben egy szekérkerékre rakott 24 gyertyát, és minden nap meggyújtott egyet, így jelezve, hogy hány nap van még hátra karácsonyig. Bár már ez sokszor elsikkad, a gyertya színeinek is van jelentősége. 4-ből 3 lila, ami a bűnbánatot jelzi, kivéve a harmadik, amelyik rózsaszín, az örömöt jelképezve. A többi 3 pedig a hitet, a reményt és a szeretetet szimbolizálja. Az adventi koszorú egyébként fenyőágból készül, ami ugye nem csak itt, hanem a karácsonyfánál is megjelenik. Önmagában egyébként az életfa, nem ez is, de tényleg az életfa egy nagyon ősi szimbólum, ahogy az örökzöldek is. Ez abból fakad, hogy december 21-22-re esik a téli napforduló, és innentől nő a nappalok hossza, azaz a fény győzelmet arat a sötétség felett, közelít a nyár és a növények virágzása, amit nagyon jól szimbolizálnak az örökzöldek. A karácsonyfa állítás pedig a 16. századi német-római birodalomból ered, ahol betlehemezéssel, misztérium és paradicsomjátékokkal, illetve faállítással ünnepeltek az emberek. A szimbólumok pedig mind a mai napig megmaradtak. A csúcson az örömhírt hozó betlehemi csillag van, a piros vagy arany díszek a tudásfáján lévő almát ábrázolják, míg a girlandok és szalagok, amiket később részben felváltottak az égősorok, a paradicsomi kígyóra utalnak. Hozzánk pedig a német területekről Bécsen keresztül érkezett a 19. század elején. Egyesek szerint Brunswick Teréza, a hazai óvodahálózat alapítója állította az első karácsonyfát, mások szerint József Nádor harmadik felesége, Mária Dorottya hercegnő, de igazából mindegy, a lényeg az, hogy az 1820-as évek elején állították az első karácsonyfát Magyarországon. Alattuk pedig ott vannak az ajándékok, amiről szintén érdemes néhány szót ejteni. Egyrészt az egész visszavezethető a római Szaturnália ünnepére, ami a téli napforduló környékére esett, és szintén volt ajándékozás, illetve a napkeleti bölcsek is hagytak ajándékot Jézusnak. It was only in the 3rd century that December 25th became the official celebration of the birth of Jesus. Most likely because it coincided with already existing pagan festivals. By the end of the 8th century, Christmas was widely celebrated across Europe. Ez pedig a középkorban erősen összekeveredett Szent Miklós legendájával, amely szerint a 3.-4. században élt püspök szegény gyerekeket ajándékozott meg. A reformáció során aztán december 6-ról, azaz Szent Miklós napjáról áttevődött az ajándékozás karácsonyra, és immár Jézuska hozta az ajándékot, legalábbis Európa egyes részein, így nálunk is. Végül pedig beszéljünk egy picit az ételeinkről, mert az sem véletlen, hogy pont halat, meg töltött káposztát eszünk karácsonykor. A halnak több jelentése is van. Egyrészt a hal pikkelye a bőséget, gazdagságot jelképezte, ahogy az újjégkor fogyasztott lencse is. Másrészt a hal ugye a keresztény ember, a megtért hívő szimbóluma. Ehhez hasonló a dió és a mák is, előbbi a rontás ellen jó, a mák pedig a bőséget szimbolizálja. A beigli egyébként a 19. században került osztrák közvetítéssel Sziléziából Magyarországra, a nevének eredete pedig a német Beugen hajlítani szóból jön.
És végül a töltött káposzta, aminek elég prózai okai vannak. Egyrészt ilyenkor van disznóvágás, azaz ekkor van friss sertéshús. Másrészt ennek is köze van a szerencséhez, hiszen akinek malaca van, annak mázlia van. Mi ennyit szedtünk össze a karácsonyról, de hogyha bármit kihagytunk, hagyd lent egy kommentet, ott tudsz megosztani, és feliratkozni pedig oldalt. Boldog karácsony mindenkinek! Sziasztok!